Népszerűsítették az önkéntességet, román érettségi felkészítőt tartottak végzős diákoknak, Kincsünk az egészségünk címmel egészségmegőrző napot szerveztek. Csak néhány sikeres program a dr. Verestói Attila Alapítvány 2015-ös évéből. Az alapítvány kedd délelőtt a Junior Étterem konferencia termében tartotta éves értékelését. A sajtóértekezleten Nemes Melinda, az alapítvány ügyvezetője elmondta, ebben az évben közel 550 ezer lejből gazdálkodtak. Az összegből oktatási, egészségügyi, szociális pályázatokat támogattak. Áprilisban az egészségvilágnapi alkalmával óvodákhoz jutottunk el, Kincsünk az egészségünk programmal, folytattuk a Jövő magad vagy ösztöndíjpályázatunkkal, időközben elkezdtük az önkéntesség népszerűsítését, ami talán az elmúlt év legnagyobb programja, legtöbb embert megmozgató és legjobb üzenetet eljuttató programja volt. Román kurzus szerveztünk érettségiző diákoknak, multimédiás osztályokat szereztünk be iskolás gyerekeknek, karácsonyi akcióban vettünk részt, tovább sütöttünk, időseket leptünk meg a süteményes csomagjainkkal. Az alapítvány ebben az évben az önkéntesség népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetett. Többek között elindították az Önkéntesek udvarhelyszék nevet viselő Facebook oldalt, Legyél te is önkéntes címmel egy rövid film segítségével mutatták be az önkénteskedést, sőt, idén először önkéntes gálát is szerveztek. Talán amire legbüszkébb vagyok, az az önkéntes gála. Úgy érzem, hogy ez egy kezdeményezés volt, egy új kezdeményezés. Nagyon sok emberhez eljutott az üzenetünk, a résztvevők nagyon jól érezték magukat, nagyon sok pozitív visszajelzést, dicséretet kaptunk, és talán ez volt a kedvenc programom az elmúlt évben. A dr. Verestói Attila Alapítvány idén is részt vett a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány Fuss neki adománygyűjtő akciójában, melynek segítségével a résztvevők több mint 7400 lejt futottak össze. Ebből az összegből az ösztöndíjas egyetemisták támogatása mellett Feleki Kincső hallássérült egyetemistának vásároltak hallókészüléket. Az alapítványnak a következő évre is rengeteg terve van. Folytatni fogják az önkéntesség népszerűsítését, szeretnék feltérképezni az önkénteskedési lehetőségeket, a vidéki gyerekek művelődési programjait is felkarolják, valamint a román érettségi felkészítők is folytatódnak, így várják azon diákok jelentkezését, akiknek az elmúlt évek során nem sikerült letenni a román érettségi vizsgát. A képzéssel kapcsolatosan bővebb információkat a képernyőn látható elérhetőségeken kaphatnak az érdeklődők.